A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt héten a búza és a kukorica helyzetéről beszélgettünk vendégemmel, és akkor azt ígértem, hogy folytatjuk ezt az olajos magvakkal, az olajos növényekkel. Vendégem pedig természetesen Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért, mezőgazdaságért felelős alelnöket. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. És akkor most jöhet a napraforgó, illetve a repce és minden más. Nézzük meg azt a helyzetet, ugye az előző adásban beszéltünk róla, hogy milyen hatással bírt az óriási szárazság a különböző kultúrnövényeinkre. Ez a napraforgó, azt hiszem, hogy ez egy kultnövény mindenképpen hazánkban. Mi történt a napraforgóval? Tisztelettel köszöntve a kedves nézőket, és folytatva egy héttel ezelőtti gondolatot, azt kell mondanom, hogy a napraforgó tudva levő, hogy aszálytúrő növény, bár nagyon jó kizsigeri elé a talajt, és a utána következő növény azért megsínli a napraforgót, mint előveteményt, de ez ugye az agronomusok által tudott dolog. Olyan 2,4 tonna körüli termés átlaggal köszönt be, hát ami nem túl rossz, nem túl jó, hát nyilván elmarad azoktól a 3 tonnás eredményektől, ami az elmúlt években azért szokásos volt, és érdekes módon az ára az felfelé tendál, a magas olajtartalmú napraforgó magnak természetesen, és ha már itt tartunk, akkor nézzük a repcét is, amelyiknek a vetési hajlandósága, hiszen az elmúlt hetekben már a repcét el kellett vetni, egy részét nagyon arid körülmények között tették a talajba, akik tették, várva, hogy a csapadék jön, később jött is legtöbb helyen. Tehát a dolognak a lényeg olyan 133 ezer tonna körüli repce mennyiség fog és kerül gyakorlatilag a talajba. Néhány bátor ember még az elmúlt héten is vetette a repcét, de hát ők igencsak bátrak ilyen értelemben. Reméljük, hogy a kevésbé hideg tél nem fogja meg szenvedtetni és kifogyasztani a repcéjüknek az egy részét. Nyilván, hogy bátorság is kell bizonyos dologhoz. Tehát ilyen értelemben a repce pedig 2,5 tonna körül hozott, és van a szójánk. A szójánk 111 ezer hektáron került elvetésre. Az arid területeken a múlt alkalommal már említett megyékbe ugye nagyon síralmas képet mutat, de egyébként a többi megyébe a szója több helyen 3 tonna fölött is adott. Ez lehet a jövő útja? A szója a jövőnek egy növénye tud lenni, főleg a nem hosszú tenyészidejű fajták, a rövid tenyészidejűek pedig ott, ahol ugye úgy van csapadék és egy párásabb légköri viszony, folyópartok, patakpartok, egyéb részen, ahol ez megoldható, vagy ahogy a termőhelyi adottságok erre és a klimatikus viszonyok lehetőséget adnak, és bizony a szójának jövője van, ezt mutatja a 111 ezer hektár, és ezt mutatja a várható átlagos termés átlag olyan 2,5 tonna körülivel. És ami nagyon érdekes, mert erre azért nem volt példa, szépen kiegyenlítődtek az árak. Olyan 190 ezer forint per tonna körülre jött föl szója, repce és magas olajtartalmú napraforgó. Tehát jó, hogy nyilvánvaló vannak olajtartalom, tisztaság, egyéb kis nivelláció közte, de hát erre nem volt példa. Nem volt példa az elején sem, hogy a repcét befogja a napraforgó. Hát a szója az ingadozott sokszor ugye a világszója piacához mérten, de most Magyarországon hasonló árakon vannak ilyen tekintetben, és ez azt jelenti, hogy az olajosoknak van helye, van jövője,
a magyar mezőgazdaság termelési palettáján, és igenis lehet őket jól termelni, és a szójának is megvannak az adottságai. Ami nagy kérdés, hát az a növényvédelme minden növénynek, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy költségtakarékos az, amit a politika vezérelt unió úgy gondol, és érzelmi alapon tilt be különféle anyagokat, mármint hatóanyagokat. No, hát és akkor megérkeztünk 20 év az unióban, a jövő, a múlt, a jelen, a jövő a magyar agráriumban és vidékfejlesztésben. Egy nagyon komoly konferenciát rendeztek ennek kapcsán, és hát jó néhány olyan beszéd volt, illetve előadás, ami az uniós csatlakozás várakozásait hasonlította össze az eddigi történésekkel. Kezdjük talán az uniós csatlakozásnál. Mi volt az alapvető elvárás a magyar mezőgazdaság szereplőinek az uniós csatlakozástól? Hiszen nyilvánvaló, hogy új piaci térben és versenyhelyzetben kellett helytállniuk az agrárgazdáknak. És ennek ugye alapvetése, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara természetesen a szaktárcával együtt megteremtse ennek a feltételeit. Mivel magam is, hát koromnál fogva aktív részese voltam ennek az időszaknak és az előkészítési időszaknak, úgyhogy vegyítem a tudományos álláspontokat a saját érzelmi és tapasztalati álláspontommal, nem felülírva azokat a folyamatokat, amit tudós emberek meghatároztak, de mindenképpen mutatják a valós helyzetet, és a gazdák jól fogják ezt ilyen értelemben érzékelni. A csatlakozáskor egy euforikus hangulat volt a mezőgazdaság tekintetében. Ezt növelték azok a előkészületek is, amit nagyon jól tudom, hogy a holland mezőgazdasági attasé, Gingis nevezetű úr, elég jól tudott magyarul, végig rócsózta az egész országot, milyen csodálatos piacra kerülünk be, ahol gyakorlatilag a szolidaritás, a kiegyensúlyozott piac, a békesség és az igazságosság legkülönfélébb formáit fogjuk tapasztalni, és igazából termelni kell csak nekünk, mert az uniós piac mindent felvesz, és az akkori árkülönbözettel pedig, hát majdnem, hogy karba tett kézzel kell ezt a sok pénzt várni, ami Magyarországra fog hullani. Hát igen, erre szokták mondani, hogy ez volt a kampány. Ugye, jött a valóság. És jött utána a valóság. Tehát ez az euforikus hangulat, amely azért legyünk tárgyalogossak, azután következett be 2004-ben, hogy 90-es években sikerült szanaszét zilálni a magyar agráriumot, a állattenyésztést is darabokra hullasztani, egy csomó tőkét onnan hát kivonni, mert nem volt neki jövőbeli képe, támogatni a tehénkivágást, és hagyd ne soroljam a negatív dolgokat. Tehát egy szétzilált, felkészületlen mezőgazdasággal indultunk az Unióba, és hirdettük, hogy felkészültünk, csak hát nem éppen igazából. Ráadásul ezt megerősítették, ahogy ön is mondta, a holland szakember, de mindenütt másutt, és mi magunk is elhittük, hogy azzal a racionális növénytermesztési eszközrendszerrel, ami rendelkezésünkre állt, az a mi olcsón termelt gabonánk, az majd nagyon sok pénzért fog elmenni, és vonatkozik ez természetesen az állattenyésztésre is. Hát nem így történt. Hát nem így történt, és egy-két akkori dolgot nézzünk meg, és utána természetesen majd áttérünk arra is, hogy milyen előnyök is származtak az uniós csatlakozásból. De hát ugye ez a szabad piac, ez legyünk tárgyalagosok nem csak az EU-ba, ez csak ilyen vízió, nincs szabad piac. Ha megnézzük azt, hogy a második világháború óta 4 nap volt a Földön békenap, és egyébként minden másnapon valahol a Földön háború folyt, akkor tudjuk jó, hogy a háború embargó, ha embargó, akkor nem szabad piac, és tudjuk jól, hogy bizonyos multinacionális cégek azért
hát piacszabályozási eszközökbe nem szereplő, de azért valóságos dologba azért kimondják, hogy vagy tőlem veszed a dolgokat, vagy szankcionálok, és így tovább. Tehát a szabad piac vízió, a szabad piac ilyetén módon a EU-n belül is azért nem a szolidaritás és a testvériség vonatkozásába folyt. Utána nem készültünk föl arra, hogy a saját piacainkat megvédjük. És hirdettük bőszen, hogy a minőség szentsége az Unióba dúl. Tehát az EU 15-ök piacán. Az EU 15-ök piacán nem lett igaz. Tehát a Gingisszel nagyon szépen beszélgetnék most, hogy mi lett igaz, mi nem. Mert ugyanúgy a Holland akkor még palm alatt Ausztráliát is megjárt vezetője, azt mondja nekem, amikor otthon sikerült elérnem, hogy csak első osztályú, akkor még nem volt extra tej, első osztályú tejem van, hogy veled fogom megszüntetni először a szerződést, mert te kerülsz a legtöbbe a cégnek, hát ugye a legmagasabb minőségű kategóriában, mert még neki az érte meg, hogy a harmadosztályú tejet vett, mert az volt a legolcsóbb, és a piac nem szabályozott, és a magyar törvények, hogy ezt ne tehesse meg. Tehát felkészületlenül kerültünk az Unióba, a minőség szentségét felülírták a gazdasági törvényszerűségek, és ugyanúgy utána panaszkodva azt mondta, hogy megcifrázva, hogy milyen magyar kormány van, amelyik nem hajlandó a saját piacát védeni. És amikor felvetettem neki a Gingisznek a több évvel ezelőtti megfogalmazását, akkor elmondta, hogy tudod, mi hollandok úgy vagyunk, hogy otthon összezárunk, kifelé meg nagyon szépen hirdetjük a demokráciát, de ebben nem engedünk be mást, csak hirdetjük, de hozzánk nem jön be senki, és nem hozza be az áruját. És így következett az is be, hogy Mezőfalváról mi a húsmarháinkat a orosz fák piacokra holland kereskedőn keresztül adtuk el, persze a sápot a holland azért lehúzta, mert ő képes volt a gonosz országával kereskedni, mi pedig ugye azt mondtuk, hogy nem, de hát ezek ilyen apró dolgok. De most azért beszéljünk egy-két dologról másképp is, mert lejár a... Igen, ami nagyon-nagyon fontos, önök úr, mi azt hittük, hogy van egy vélt árelőnyünk. Igen, azt hittük, hogy volt is. És volt is, de az nagyon csak a kezdetekkor. És kiderült, hogy ebből ezt nem lehet végigvinni, több oknál fogva is, és akkor öné a szó. Két dolog derült ki, és csak pár mondat ebbe a felkészületlenségbe, mert azért csak 20 évvel ezelőtt történt. Az egyik, hogy valóban volt 20-30%-os árelőnyünk, de az elosztási rendszereink hatékonytalansága, a élelmiszeriparunk 90-es években való elkótyavetyélése, a csomagolási technikai rendszerünk hiányosságai alapján ez eliminálódott. Tehát egyszerűen elveszett az uniós piacon. Nem voltunk képesek gyakorlatilag ennek sem érvényt szerezni, sem kihasználni. Utána ugye az uniós támogatásoknak csak a 25%-a érkezett az elején, hát ugye szépen emelkedett, az is késve jött a gazdáknak, ez vezetett a gazdatüntetésekhez, és nyilvánvaló abban az időben utána emelkedtek az uniós támogatásoknak a nagyságrendjei, az érdekérvényesítő képességünk az Unióban az elején nagyon-nagyon gyenge volt. Én akkor úgy fogalmaztam, hogy nem sakkozni nem tudunk azon a képzeletbeli uniósság táblán, amíg még a táblát se találjuk. Később természetesen ez lényegesen változott. Olyannyira lényegesen változott, hogy azért legyünk tárgyalagosak, mára már különféle partnereket tudunk magunk mellé állítani e tekintetben, tehát a franciákat, szlovákokat és más európai országokat számtalanszor magunk mellé állítva tudunk eredményeket elérni, és azért a magyar tárgyaló delegáció a legújabb kap vonatkozásába méghozzá nagyon korán az első egyharmadba sikerült eredményes tárgyalást elérni, amely pénzösszegeket ma is kapjuk,
Tehát nem, hogy megtaláltuk a sakktáblát, hanem elég jól elkezdtünk tudni rajta sakkozni, még akkor is, hogyha ki kell mondani, hogy sajnálatos módon az uniós mezőgazdaságpolitika az nagy politika vezérelt maradt, és a zöld vonatkozásban pedig érzelmi alapokon, politikai szempontok alapján döntenek, és az érdekérvényesítő képességünk nem rossz, a saját magunk vonatkozásába el tudunk érni számtalan dolgot. Az uniós támogatásunk azért, ugye 1-2% körül mozgunk a összuniós agrártermelés vonatkozásába, és a támogatásunk azok 3%-ot tesznek ki, tehát mindenképpen magasabbak, de ez a politika vezérelt unió azért azt mutatja, hogy a Wojciechowski úr, amikor tavaly itt volt Magyarországon, és a kamarát is meglátogatta, ugye agrárbiztosról van szó, elmondtuk az összes problémákat, és ahogy most nem beszélünk arról, hogy milyen jó a stúdió, vagy nem jó a stúdió, körülbelül így válaszolt, nagyon szép Magyarország, és hát meg kell oldani a problémáinkat, mint aki nem is akarta meghallani azokat a problémákat, amiket elmondtunk, és nem is válaszolt ilyen értelemben rá, tehát egyszerűen inaktív, elveszejtett idő volt az ott eltöltött időszak, mert a számára politika vezérelt agráriumnak kellett elmondania gyakorlatilag a különféle válaszait, és nem meghallani azokat a problémákat, kérdéseket, amik van. És ha már itt tartunk, akkor azért lássuk be, hogy amíg Brüsszelbe nem vonulnak az utcára a gazdák, addig azért nem akarják meghallani a Közép-Kelet-Európa problémáit, akár ukrán gabona, akár pedig más környezetvédelmi problémák vonatkozásába, pedig azért lássuk be, hogy Magyarország, és itt ez nagyon fontos, hogy az UHG gáz vonatkozásába 40%-ot ígért a bázishoz viszonyítva, amely 36%-ot már teljesített. Tehát 30-ra a 40%-ot teljesedni fogjuk, és bennünket kiáltanak ki környezetrombolónak. Tehát ez azért ugye nagyon elkeserítő dolog, amikor valaki tudás hiányába, információ hiányába nyilatkozik, valami érzelmi vagy valami más utálasításokra adott dolgok vagy elképzelések folytán. Folytatva ugye egy kicsit az eredményekről is beszélt. Egy pillanat még, azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye a csatlakozáskor felvetődött, hogy elavultak a fajták, mármint a mezőgazdaságban, illetve nem megfelelő a termesztés technológia. Ebben sikerült-e az uniót utolérnünk, illetve ezt megváltoztatnunk? Itt ugye még a talajerő visszapótlásról is beszéltek a szakemberek. Az az igazság, hogy a magyar vetőmagpiac azért még mindig a világon az ötödik legnagyobb exporttal és vonzerővel bíró, és természetesen a genetikai értékeink az állattenyésztésben is rendkívül erősek. Tehát ha azt mondom, amikor az állattenyésztési törvény liberalizációja megtörtént, és azt mondtuk, hogy akkor itt várható, hogy nagyon sok nyugati tenyésztőszervezet bejön, és a magyar tenyésztő szervezetektől elveszi a teret, és azok megszűnnek, nem következett be. Nem következett be, hanem magyar tenyésztő szervezetek kezdik adni Nyugat-Európába, és inkább fordítva történik, mert nézzük meg, nyúlva például, Európában mi vagyunk a genetikát adó. Európában mi vagyunk a genetikát adó. Holstein-Friesben ötödikek vagyunk a nyilvántartott, tehát mindenképpen meglévő tenyészállományokat figyelembe véve a termelési eredmények vonatkozásában. A tenyészállat exportunk igen magas, mert a magyar UST-STV, tehát a teljesítményvizsgálatok valósak, nem befolyásolják kereskedelmi célok. Tehát amikor egy nyugati megvesz magyar tenyészállatot, akkor tudja, hogy azt tudja, nem csak a genetikai mutatói alapján, hanem a teljesítményvizsgálatok alapján is, mert ezek őszinték és valóságosak. Ugyanez vonatkozik a növénytermesztés tekintetében is. A mi tenyésztőink
és a vetőmagra is, mondom, ott vannak a világszervezetek vezetőségébe. A Európai Holstein Szövetségnek az alelnöke magyar. A Világ Holstein Szövetségének a vezetőségi tagja magyar. A vetőmagban is hasonlatos dolgok vannak. Tehát Magyarország rendkívül sokat fejlődött az elmúlt 20 év alatt, abból a helyzetből, amiben jutott 2004-re, a szétzilárdságából. És ha most azt nézzük, hogy 1500 milliárd van bankszámlákon mezőgazdasági megtakarítás tekintetében, most az állattenyésztési különféle pályázatok vonatkozásában ez kezd megmozdulni. Tehát kezd megmozdulni, mert igen, évek óta a sertés is, a juh is, a szarvasmarha is, húsmarhát és tejelőmarhát is beleértve, baromfiről már nem is beszélve, igen, csak érdemes befektetni ezekbe a területekbe, és figyelembe véve a világ gabonatermesztését, igenis lehetőség van ebbe sok mindent és jó pár dolgot előrelépni. És ha megnézzük, hogy Magyarországon van ma Európában a legtöbb állattenyésztési lehívható olyan jogkör, ami a támogatásokat illeti, akkor azért ez is nagy előrelépés. Persze, önmagunkhoz képest léptünk nagyot előre, mert 270%-os az a növekmény, amit 2004-hez képest megtettünk. Természetesen, ha most megnézzük azt, hogy az egy hektárra eső összbevétel Hollandiában 26-szoros ennek, természetesen környezetvédelmileg is, hát az állategysége 7-szeres a egy hektárra jutó állategység vonatkozásába. A növényvédőszer, műtrágya felhasználása ugyancsak sokszoros. De ami sajnálatos, hogy a lengyelek, akik nettó importőrök voltak a csatlakozásból, ma már meghaladják a magyar export teljesítményt, tehát az egy hektárra vetített export teljesítményről beszélek, nem pedig ugye általában, mert nagy országról van szó, és ez azt jelenti, hogy itt az élelmiszer feldolgozás elkotyavetyélése volt az alapok, mert ők akkor fektették be a élelmiszer fejlesztésbe azokat a pénzeket, amit most a kisélibbe, nagyélibbe most bele fogunk fektetni, és ezzel biztosítjuk azt, hogy utolérjük, és disztribúciós központok legyünk Európában. Természetesen nagyon-nagyon fontos, és erről majd a következő adásban egyszer majd beszélünk. A vállalkozók jövedelme nőtt, a fontos terület az öntözés értelemszerűen, illetve mindennél fontosabb talán az élelmiszeripar fejlesztése, amit itt a lengyel példa kapcsán itt említett, mert hogy ez adja a fejlődési lehetőségek zömét, illetve a biztonságot. És azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos kérdéskör, aminek majd egy teljes adást szentelünk. Egyetlen mondatot még mondanék gyorsan. A világ enni akar, növekszik, és fehérjét akar enni. Ezért vannak ezek a műhús, szintetikus hús, meg minden programok, mert mások is akarnak ebből a szegmensből kihasítani. Ha nem engedjük, akkor igenis jövője van az agráriumnak. Így történjék. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kedves nézőink, 20 éve csatlakoztunk az Unióhoz. Ennek kapcsán beszélgettünk Zászlós Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetőjével, növénytermesztésért és állattenyésztés felelős alelnökével. Ezt a beszélgetést természetesen folytatjuk, hiszen még nagyon sok merítési lehetőségünk van, hiszen a múltról beszélni a jelen és a jövő érdekében soha nem kétséges, hogy nagyon-nagyon jó dolog. Én pedig köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.